A fotográfusokat nagyon sok minden érdekli, és nagyon különböző területeken és műfajokban mozognak. És én akiket meghívtam, azoknak megmondtam, hogy ez nem egy olyan kiállítás lesz, ahol művészekből egy kis válogatást egymás mellé helyezünk, hanem tematikus egységek alakultak ki. Igazából maguk a fotók alakították ki ezeket a tematikus egységeket. 5 nagy téma köré rendeződik a kiállítás, és vannak olyanok, akik többen is, van olyan, aki 2-3 témában is nagyon érdekes dolgot készített az utóbbi 10-15 évben, és akkor őket a különböző helyeken szerepeltettem. Egy dolgot tudtam biztosan, hogy nem szeretnék régi dolgokat átismételni. Az elmúlt 10-15 év munkáira koncentráltam, így aztán több kiváló fotoművész kimaradt, akik nem a kiválóságuk miatt nem kerültek be, hanem azért, mert vagy éppen nem alkottak az elmúlt 10-15 évben, vagy nem olyasmit, ami most itt releváns lett volna. Ezen túl egészen nyitott voltam mindenféle műfaj, stílus és irányzattal szemben. Próbáltam a saját ízlésemet amennyire lehet háttérbe szorítani, persze 100%-osan soha nem lehet, de a kvalitáson és az újdonságon túl semmi más nem számított. Tehát így aztán irányzatban, életkorban, életútban a legkülönfélébb, egészen fiataltól a nagyon idős mesterekig kerültek ki művek. Ebben a teremben 2 tematika találkozik, a szemben és a testkép, amiknek azért nagyon szorosan közük van egymáshoz. A szemben, ami inkább portré, a testkép, ami az akt volt eredetileg. Ezek úgy találkoznak itt össze, hogy olyan fotográfusokat választottam, akiknek az érdeklődése mind a 2 téma és mind a 2 műfaj iránt kézzel fogható. Olyan sorozatok és egyedi képek vannak itt a falon, amelyek jól reprezentálják, hogy mennyire izgalmas a 21. században, mennyire átalakult a portré és a testről való gondolkodás, és különösen a testnek a képe. Ilyen sorozatok vannak itt. Öt tematikából áll a kiállítás, az első és a legnagyobb a hely, ahol most járunk, amelyik a dokumentarista fényképek helye. A testképről és a szemberről már mutattunk példákat. A nézőpont az a része a kiállításnak, ahol a fotográfus látásmódja fontosabb talán, mint maga a téma, a varázslat pedig a teremtett világoknak a képe. Ebben a kis térben a buli mutatkozik, meg buliteremnek hívom, amelyik a 21. századi szabadidő eltöltésnek nagyon jellegzetes momentumait mutatja. A nagy életmű most, hogy úgy mondjam, nem presszionált engem, sem a fiatalság támogatása, hanem csak is a minőség. Ettől függetlenül természetesen nagyon sokan egész fiatalok közül, pályakezdők közül is ide kerültek. Van, aki a diploma munkájával szerepel, mert hogy az annyira érdekes, és megállja a helyét. És hát kétségtelen, hogy van egy fiatal nemzedék, amelyik hát nagyon meghatározza a mai kortárs fotográfiát, akik azt gondolom,
hogy abszolút a nemzetközi trendekbe illeszkedve készítik a műveiket. Azt is tudtam, hogy egy fotográfus és egy fotó, ez nem működik. Ez a 21. században már nem működik, szerintem régebben sem. Sorozatokat csinálnak főképpen ma a fotográfusok, nagyon koherens anyagokat, nagy projektekben gondolkoznak, és ezekből kell részleteket kivenni, olyan részleteket, amik az egészről tanúskodnak. És hát így lett több mint 150 fotoművész, és hát több mint 700 fotográfia kiválasztva. A képeknek a meghatározó része már digitálisan rögzített mű, de azért nagyon sokan ragaszkodnak az analóghoz, fiatalok is kipróbálják egyébként, akik nem is ezen nőttek föl, tehát akiknek ez már a múlt és újdonság. De a legérdekesebb az, hogy még a 19. századi technikák is divatba jöttek, és például különösen a nézőpont tematikában, ahol most éppen beszélgetünk, ahol az a lényeg, azt gondolom, ahogy a fotográfus a témájára tekint, és nem maga a téma, nem maga a világ, amit ő meg akar mutatni, hogy itt nagyon sokan a 21. század rohanására és technicizáltságára a kézműves technikák használatával reagálnak. Tehát itt vannak egészen korai ferrotípiák, cianotípiák, kamera obszkurával készült felvételek. Én nagyon örülök neki, hogy foglalkoznak ezzel, hogy megtanulják a fiatalok, részben jó szórakozás is, részben pedig a fotográfiáról, mint médiumról kiterjeszti a gondolkodásmódot. Azt gondolom, hogy sokkal teljesebb egész ez így.